Több olyan momentum volt, amiért ezt a gólt ezt nem szabadott volna megadni. Kezdem az elején is, próbálom gyorsan eldalálni. Az első az, hogy nem tudja a játékvezető, hogy milyen súlyos sérülés történt a két játékos között. A második az, hogy ez bármennyire vicces, de fejjel is lehet szabálytalan egy játékos. A harmadik az, hogy a játékvezető meg akarta állítani a játékot. A negyedik az, hogy a kapus veszélyes támadásáért már itt a legvégén is le kellett volna fújni. Ezért tehát a rugásért, ugye? Így van, több olyan szitu van, amiért nem érvényes, vagy nem szabályos a gól, azt kell mondanom. Érvényes, mert megadta a játékvezető. Itt ennél a pillanatnál próbáljunk már meg egy picit visszamenni, hogyha megkérhetném a kollégákat, hogy próbáljuk meg azt a pillanatot ott megállítani, amikor is a Győr védője elfejeli a labdát. Tehát itt nézzük meg. Lassan próbál, itt elfejeli, nem, mert amikor már jön a labda, akkor fejel bele a győri védőnek a fejébe, nevezetesen Györgyevicsbe. Megpróbálkozom majd egyébként itt Sámsonon megmutatni élőben is, amikor leérünk. Hú, de jó, hogy nem rajtam, Sanyi, de örülök neki. Ha tovább megyünk a játékvezető egyébként, majd lesz egy olyan kamerálás, amit meg tudunk mutatni, ez pedig egy karaterúgás. Nem tudom megmondani, hogy egyébként kivérte volna a Győr kapusa vagy sem ebben az esetben, de ez egy veszélyes támadás a kapusnak, és itt majd egy pillanatra álljunk meg lassan, itt látjuk, emeli a játékvezető a sípot, le akarta fújni, amikor az a két játékos összefejjel. Tudnék, elsődlegesen a játékvezetőnek az a dolga, hogy a játékosok testi épségét megvédje. Nem tudjuk megmondani, hogy mind a két játékos a Ferencvárosi is, és a Győr is a földre kerül. Láttunk már olyat, és a tegnapi nap egy elég súlyos történet volt, ugye az olasz bajnokságban egy tragédia. A játékvezetőknek egyértelműen ki van adva, hogy kötelesek azonnal megvédeni a játékosok testi épségét, tehát meg kellett volna állítani. A fejelést akkor mutasd ezt azért Sámsonon. Megkérlek, de csak így állj ide, légy szíves. Tehát próbáljuk meg elképzelni, hogy ő elfejeli a labdát, igen, én pedig jövök hátulról, és ide belefejelek. Na most ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint hogyha valaki elrúgja lábbal a labdát, a másik játékos a labdát szeretné, de véletlenül eltalálja a lábát. Éppen ezért fejjel is lehet valaki szabálytalan, tehát itt az lett volna helyes ítélet, hogy... ha kifelé ítél a játékvezető szabadrúgást. A többiben már nem megyek bele, mert elmondtam, elég hosszú.